Gábor. Köszönöm, Gábor. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. A Mozinet évente nagyjából 15 filmet forgalmaz, ezeket választjuk ki több száz filmből, amelyeket a világ vezető fesztiváljai mutatnak be. Tehát elég szűk ez a választék, amit mi kiválasztunk, vagy elég nagy a szűrés. És ezekben viszont mindig kiemelten foglalkozunk az olasz filmekkel, mindig külön figyelünk az olasz filmekre. Ekkor azt a Casa Distribuisce l'anno circa 15 film stranieri selezionati da parecchie centinaia di film della produzione mondiale, ma in questa cernita abbastanza setacciata prestiamo e rivolgiamo un'attenzione particolare al cinema italiano. Ez nem csak azért van, mert mi személy szerint szeretjük az olasz filmeket, bár így van, hanem azért is, mert tudjuk, hogy ha egy olasz filmet választunk, akkor mindig az intézettől egy olyan támogatást kapunk a bemutatásra, marketing támogatást, ez a Vintage Cinema Festtel, amely nagyon sokat jelent a film forgalmazásában. Questa nostra attenzione particolare nei riguardi dei film italiano non si deve soltanto al fatto che noi vogliamo bene al cinema italiano, anche se sì, certo, vogliamo bene, ma anche per il sostegno, per l'aiuto di marketing che otteniamo dall'Istituto Italiano di Cultura Budapest nella forma del Vintage Cinema Fest anche in altre forme. A Fortunát májusban láttuk, Cannes-ban, a Szerterogár szekcióban versenyzett, és miután megvettük, meg is nyerte a legjobb női főszereplő díját. Én remélem, hogy nagyon sokakat fog Magyarországon is magával ragadni Jasmine Trinkának az alakítása. Fortunata l'abbiamo visto nel in maggio a Cannes che gareggiava in sezione particolare e a noi piacque subito, abbiamo anche comparato, poi abbiamo saputo più tardi che Jasmine Trinca, la protagonista, ha vinto anche il titolo di migliore protagonista del festival. És miután megvettük a filmet, rögtön megkerestük Giovannit, hogy érdekelné a fesztiválra, és nagyon nagy öröm nekünk, hogy ez végül is a nyitó film lett. Talán még soha nem volt nyitó filmünk a fesztiválon, tehát tényleg ez egy nagy öröm nekünk és megtiszteltetés. Ci siamo rivolti subito attraverso Giovanni all'istituto così per sapere se eventualmente avrebbero potuto inserire nel programma del festival per la prima volta che un film da noi proposto viene presentato come primo film del festival, che per noi è un grande onore, un grande prestigio, grazie. És igazából ez határozza meg a premier dátumunkat is, tehát januárban lesz csak országosan a mozikban, ez egy premier előtti vetítés itt a fesztiválon, és azon dolgozunk persze, hogy januárra minden több ember halljon erről a filmről. Qui al festival attuale, cioè stasera, ci sarà l'anteprima del film, perché poi la prima vera e propria avverrà in gennaio e stiamo lavorando affinché un numero di sale sempre maggiore possa essere proiettato il film Fortunata. Itt a sajtóexpó után lesz ugye a filmnek a vetítése, mert minél többen tudnak maradni, egy igazi érzelmi hullámvasút egyébként a film, tehát nagyon átadja azt az olasz hangulatot, amit várunk tőle, akár a történet vagy a trailer alapján, és szeretném megköszönni Bélának a remek fordítást, amit a filmhez készített. Azt hiszem, hogy igazán élvezhető, pedig sokat beszélnek benne, és nehéz lenne követni, de tényleg egy egészen remek fordítást kaptunk tőle. Na majd ezt a Giovanni elmondja többieknek, sok részt. Ma parlando del film proprio vero e proprio, adesso dopo la conferenza stampa verrà proiettato appunto il film Fortunata, chi può restare è pregato veramente di prestare attenzione, vale la pena perché il film, oltre alla bravissima protagonista, presenta una specie di montagna russa dei sentimenti, un film italiano in tutti i sensi, insomma un bel cinema. Era praticamente bella. No, prendere sul serio. Ma se invece era una zanzia, era un ovash. Fai la tocca in chiesa. Va bene, allora volevo mettere ancora un po' l'attenzione sul fatto che tutti i film presentati mostrano quanto sia ancora oggi colorato e pieno di sfumature il cinema italiano, che è una cosa, credo, di fondamentale importanza per mostrare che il cinema italiano è ancora in buona salute.
Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az általunk bemutatott összességem mennyire erőteljes filmművészetnek a tanúbizonysága, olyan filmművészeté, amelyik folyamatosan képes részben megújulni, és mert pedig tele van olyan árnyalatokkal, amelyek roppant művészi gazdagságra utalnak. Per mostrare questo, grazie a Film Italia e Cinecittà, la selezione dei film è molto varia, abbiamo delle opere prime. Hogy ezt a sokszínűséget is bizonyíthassuk, kezdetben játszott a Film Itália is, amelyik rendkívül nagy merítéssel dolgozott. Vannak például első filmes rendezők művei. Come ad esempio Dove cadono le ombre, o Cori puri. Mint például ahova az árnyék vetül, vagy a tiszta szívek. Abbiamo anche delle opere seconde, quindi tra opere prime e opere seconde sono tutti registi tra i 30 e 40 anni. És vannak másodfilmes rendezőknek a művei is, tehát bemutatunk 30-40 éves rendezői gárdától elég sok filmet. Ci sono poi registi affermati come appunto il Sergio Castellitto del film Fortunato. Aztán azt mondom például Sergio Castellitto, aki egy befutott, elismert rendező, aki a Fortunata című filmet rendezte. Su questo film vorrei dire che la coppia Castellitto-Mazzantini, che essendo marito e moglie, ha, in molte interviste dicono che questa collaborazione è una collaborazione proprio fatta in casa, quindi questa coppia funziona molto bene. Interjúban is elmondták a film rendezői, illetve a másik ember, aki közreműködik vele, a Mazzantini, hogy ez egy olyan szerző páros, amelyik most már sok-sok éve működik együtt, és jól működik. Potremmo anche dire che probabilmente questo film è quello che più si avvicina, e lo vedrete anche voi, al grande successo di Castellitto, che era Non ti muovere. Azt hiszem, ez az a film, ami talán leginkább közelít Castellitónak a nagyon nagy sikerű filmje, ez a Non ti muovere, ne mozdulj című filmhez. Tra gli altri registi già affermati abbiamo anche Vincenzo Marra con L'Equilibrio. Vincenzo Marra is ott szerepel a befutott rendezők között az Equilibrio, az Egyensúly című művével. O alcuni grandi del cinema come già affermati come Nanni Moretti per il film Mia Madre. Aztán ott vannak azok a hatalmas rendezők, azok a rendező óriások, elismert emberek, mint a Nanni Moretti az Anyám moziával. E i sempre giovani fratelli Taviani, Paolo e Vittorio Taviani, che si mettono ancora in gioco all'età di 86 e 88 anni. 87. És ott van az öröki fiú nagy testvérpár, Viktor és Paolo Taviani, akik 86 és 88 évesen még mindig beszállnak ebbe a dologba, és csinálnak egy filmet. Ci sono molti film che mostrano ancora la necessità di raccontare la vita reale, la vita vera. Nagyon sok olyan film van, amelyikről a szerzői azt az igényt támasztják önmagukkal szemben, hogy az igazi életet próbálják vászonra vinni. Una specie di neorealismo dei giorni nostri, se vogliamo, in cui molti registi vanno proprio sul campo a fare ricerca, magari per anni, come ad esempio Jonas Carpignano con il film A Chambra. Vanno qui a rendere esempio di Jonas Carpignano, Chambra, segni film, ez a film, ez a magyarázatú szó, esetleg, mert ez lefordíthatatlan. Amelyben azt látjuk, hogy a rendező az hosszan készül arra, hogy összehozza a filmjét, hogy éveken keresztül száll ki a bizonyos helyekre, ahol az életnek ezek a történései lehet látni. Chambra è un quartiere della provincia di Reggio Calabria, insomma vicino della città di Gioia Tauro, in cui c'è una realtà piuttosto difficile, una comunità rom, che cerca in qualche modo di integrarsi tra i profughi e tra la gente del luogo e anche tra la 'ndrangheta, che è la mafia calabrese. Roppant érdekes keverékről van itt szó,
Reggio Calabriának egy quasi külső területéről, az egyéb ügyekről jól ismert Gioia Tauro című városnak a közelében. Ez egy városnegyed, ahol egy roma, magyarul cigány közösség próbál valamilyen módon megoldást találni az életére, beilleszkedni egyrészt a helyi lakosok közé, másrészt a migránsok közé, és hát persze ott vannak még az Andrangheta is, a kalábriai maffia. Un'ultima cosa, e poi concludo, non voglio togliere troppa, voglio accendere più che altro la curiosità, ma non esaurirla. Quindi è molto interessante che ci siano molti film legati alla letteratura, quindi adattamenti cinematografici. Nem, az a célom, hogy felkeltsem az érdeklődést, és nem azt, hogy kioltsam az sok beszédben, ezért már csak arra hagyatkoznék, hogy elmondjam, hogy nagyon sok irodalmi mű is feldolgozásra került az elmúlt években. E parliamo sia di letteratura.